Az országos pálinka és törkölypálinka verseny idén Körmenden lesz. Ennek apropóján az eseményhez logó is készült, amivel a Battyányi család pálinkát kedvelő tagjáról elnevezett tortán is találkozhatnak az édes különlegességek, valamint a hungarikumok listájára elsőként felkerült pálinka kedvelői. Süteményekbe pálinkát, illetve szeszes italt nem nagyon teszünk, amiatt is, hogy ezeknek a felhasználása nehézkes. A pálinka ünnepén mégis lesz például részeges megy, puszilva, szelet és battyányi boldizsár torta. Hatféle pálinkát kaptunk, és ebből kellett dolgozni. Amit itt ez a torta tartalmaz, az Isai Olivér pálinka. Ez az összes közül azt mondom, hogy számomra a legkedvesebb, és ezzel ebbe a tortában nagyon megjelenik az Isai Olivérnek, mint szőlőfajtának az íze. A Pálinka Nemzeti Tanács 2004 óta rendezi meg önállóan a kereskedelmi forgalomban kapható Hungarikum országos versenyét, amiben idén Körmend vállalt partnerséget. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a városban zajló tevékenységekre is, az, hogy meg tudjunk mutatni magunkat többféle területen, akár a kultúra, akár a sport, akár pedig különböző ilyen versenyek sorában. És a felkérésnek azért tettünk eleget, mert úgy gondoltuk, hogy Nyugat-Magyarországon is kell egy olyan településnek lenni, aki a pálinka kultúráját tudja közvetíteni. A megyéből kétharmadnyi főzde részt vesz, tehát a megyében 6 kereskedelmi főzde van, abból 4 nevezett a versenyre. Ez kiugróan jó arány, mondta a sajtótájékoztatón a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke. Az országos versenyre a főzdék kétharmada, mintegy 40 pálinkaház több mint 340 mintával nevezett, 27 pálinka bírálót kértek fel a minősítésre. Kizárólag magyar gyümölcsből, törkölyből, magyar szeszfőzdékben készült hungarikumok vehetnek részt a megmérettetésen. Megválasztják az év pálinkáját és az év főzdéjét, a díjakat ünnepelik. Ünnepélyesen a parlamentben adják át. A körmendi pálinka ünnepe a kulturált pálinka fogyasztást népszerűsíti. Pár éve tényleg ki tudjuk vinni a városokba a pálinka verseny tulajdonképpen, mert nem csak beülünk egy teremben, és ott a bírálók elvégzik a dolgukat, hanem a városlakók, a környékbelieket is megpróbáljuk megszólítani pálinkával kapcsolatos rendezvényeken. Ilyen a Pálinkázókosan, ahol képzett bírálók tartanak pálinka bemutatót tulajdonképpen, vagy a kóstolás szabályait, a pohár alakjáról beszélnek. Pálinkáz Ókosan címet viselik a programok, amelyek 18 éven felülieknek szólnak. Felidézik a Battyányi család korában jellemző pálinkázási szokásokat, történeteket. A pálinka éjszakáján különleges pálinkás ételeket is kóstolhatnak az érdeklődők. A minőségi pálinka főzést és a kulturált fogyasztást népszerűsítő programsorozatot május 23-a és 25-e között rendezik meg Körmenden.